was crowned when they found me. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, örülök, hogy ma is velem tartanak. A mai adás zenéről szól, illetve minden másról, gyerekekről, elhivatottságról. József, Isten hozta Esztergomban ismét, azt hiszem, nem is tudom, hogy hanyatszor jár Esztergomban. Most lesz majd a harmadik alkalom, hogy itt leszek a Házhoz megy a zene előadása. Igen, igen, Házhoz megy a zene, de március 11-én hétfőn két előadás is lesz. És nem csak ezért hívtam Önt, hanem az elhivatottság, amit Önök a zenedén keresztül tesznek, és ugye már 6 éve, hogyha jól informálódtam, 6 éve jött az ötlet, vagy indult el ez az egész. Ez számomra egy tiszteletreméltő és nagyon-nagyon szimpatikus vonal. Úgyhogy először szeretném Önt bemutatni, hogy hogy lesz valakiből Artisziusz díjas dobművész és művészeti vezető és ilyen elhivatott művész ember. Ki adta a kezébe először a hangszert? Adott-e más hangszert is? Én zenész családból születtem, édesapám családja zenész volt, de pont fordítva történt, az én kezemből elvették a hangszert. Amikor megszülettem, édesapám megkérdezte édesanyámat, hogy fiú vagy lány, és mondta, hogy fiú, és mondta, hogy zenész az nem lehet. Ennek az az előzménye, hogy én miskolci vagyok, és édesapám tánczenész dobos volt, és a 70-es években bevezették a dobgépet a szintetizátorba, és az első, akit kidobtak gyakorlatilag a vendéglátóipari zenekarból, az a dobos volt. És édesapám a 70-es évek végétől már raktárosként dolgozott, hiszen már zenészként nem tudott érvényesülni, és előtte az a kép volt, hogy az ő fia ne kerüljön egy ilyen helyzetbe. Én azt mondtam neki, hogy apu, én pódiumzenész akarok lenni, én tanítani szeretnék, én 10 éves korom óta tudom, hogy zenész akarok lenni, de ők ezt nem engedték, hogy akkor tanuljak, és titokban, amikor ők elmentek vasárnap a piacra, én levettem a szekrény tetejéről a dobfelszerelést, és Máté Péterre és Cserháti Zsuzsára doboltam. Majd utána kaptam apukámtól egy könyvet, ami a Louis Armstrong életéről szól, illetve az Ella Fitzgeralddal való közös munkájáról, és ott lettem szerelmese a jazznek, és onnantól kezdve az volt az életcélom, hogy én muzsikus legyek. Magából a könyvből a jazz megkedvelhető? A történetekből? Vagy hogyan kell ezt elképzelni, egy könyv elindítja Önt a jazz felé? Hát egyrészt, mivel édesapám muzsikus ember volt, nálunk állandóan szólt a zene, jazz zene is szólt. Ja, Miles Davis, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, John Coltrane, tehát nálunk sokszor szólt zene, és sokszor szólt jazz zene. De az a könyv valóban, az a millió, amit leírt az Armstrong élete, egészen az 1920-as években, ahogy kialakult a jazz zene, hogy a fai megkülönböztetés, és ahogy ők ezen végigmentek, hogy a hátsó bejárattól jöttek be, és ez a kettősség, hogy fehéreknek játszottak, de nem élhettek közös élet, és engem már az gyereknek megfogott maga ez az élettörténet is, és utána az Ella Fitzgerald hangját meghallottam, és ez onnantól kezdve szerelem lett. Igen, ez a Tamás bátya kunyhója, ez azért igen. Megérinti az ember. És utána, és tehát úgy titokban dobolt, hát micsoda jó zenére a Cserhát és a Máté azért a mai napig is az ember fülében van, de akár még a fiatalabb generációnak a fülében is van, a vásottabbaknak már, akik ide járnak. Hatodikos voltam, amikor bejöttek a zeneiskolából, a Vasgyári zeneiskolából bejöttek a mi iskolánkba, én Miskolc Szirmára, a Szirma második kerülete, egy kis iskolába jártam, és azt mondták, hogy a trombita szakra keresnek embereket. És én hazamentem boldogan, hogy hát ha már Miles Davis, meg Armstrong, akkor legalább trombitázni, ha dobolni nem. És valamiért apu azt mondta, hogy lehet. És elmentem, és akkor ott volt egy kontyos néni, aki azt mondta, hogy jó, a kis kövérő, jó lesz vadászkürtözni, és én lerökönyödtem, hogy azt se tudtam, mi az a vadászkürt, és én 2 éven keresztül hurcoltam a nagy fatokba a vadászkürtöt magammal, aminek köze nem volt a jazzzenéhez, se a hölgynek az oktatási rendszere, és én ott hagytam azt, és ez egészen így tartott középiskoláig, amikor egy kereskedelmi és vendéglátóipari iskolába mentem el tanulni, szakácsnak tanultam, az unokatestvérem is szakácsok voltak, kiskorom óta a konyhába álltam és segítettem főzni, ezért ez evidens volt, hogyha kellett szakma, már pedig a szüleim azt mondták, hogy legyen egy szakmám,
akkor ez a szakma a szakács. Uh-huh. És ki kellett tölteni már a felvételén egy lapot, hogy mit vállalok. És én beírtam, hogy művészet, plusz feladatot. És évnyitó után egy héttel bejöttek, hogy a helyi színjátszó kör csinál egy darabot, a képzelt riport egy amerikai popfesztiválon, ahol éppen a színpadon egy zenekar áll, és hogy tud-e valaki dobolni. És én feltettem a kezemet, úgyhogy én a középiskolás éveimet az amatőr színjátszó körrel végig turnéztem az országot, a színjátszó mozgalom akkor indult, és nem menekültem a zenéből. És pont a dobot. És a dob az, így van, így van. És gyakorlatilag elvégeztem az iskolát, még egy évet szakácskodtam, és 18 éves születésnapomon reggel 7-kor egy bőröndel lementem a konyhába, ahol anyuék kávéztak, és azt mondtam, hogy én most felköltözök Budapestre, és zenész leszek, mert ez az életem. És kedves édesanyja? Szó se jutottak. De emlékszem, mindenre emlékszem. Addig, amíg nem kaptam meg a diplomámat, ez egy nagyon-nagyon erős konfliktus helyzet volt, és vita volt köztünk. Én hittem abba, hogy nekem ez a sorsom. Ők pedig szétrakták a kezüket, hogy elmúltam 18 éves, én felmentem Pestre, albérlet, dolgoztam szakácsként, tanultam, majd a Kőbányai Zenei Stúdióban Jávori Vilmos keze alatt zenésszé váltam, és az iskola elvégzése után már tanítottam, és bekerültem a szakmába. De ez egy nagyon komoly erős érzés lehetett, valami ösztönös zsigeri, hogy már pedig nekem. A 10 éves korától az tényleg sorsszerű, hogy valaki ennyire megérezze, hogy mi a dolgom. Ez nagy dolog egyébként, bár kívánom mindenkinek, hogy ennyire érezze, hogy merre felé kell mennie, mert nagyon sokan toporognak. Én nagyon sok interjúban ezt el szoktam mondani, sőt a növendékeimnek is, hogy mi az én életutam első része, mert ez kell, hogy példa legyen azoknak az embereknek, akik nem hisznek annyira önmagukba, vagy esetleg úgy gondolják, hogy ők többre képesek, mint amiben benne vannak. Persze a szüleimet nem úgy kell elképzelni, hogy ők negatív hősei ennek a történetnek, hiszen azért ők támogattak engem az albérletbe, támogatott minden kollégista a bedobozolt ételeket, a kivasalt ruha, tehát amikor nem voltam otthon, akkor édesanyám fodrász szalonjába, az én apukám mutogatta a videókat, meg a fényképeket, hogy ő az én fiam, és most éppen a Bangó Margittal a sportarénában játszik, vagy a Jávori Vilmos helyett megy a Berki Tamással koncertezni. Amikor otthon voltam, akkor visszafogottabb volt, de titokban nagyon büszke volt ő rám, és ez fontos mindenkinek, hogy álmodjon nagyot, és tegyen a céljaiért. Gratulálok hozzá. Köszönöm tényleg. Szépen. Hogyan indult a zenede? Kinek az ötlete volt, és könnyen indult, nehezen indult? A Nemzeti Kulturális Alapnak akkor még zenei kollégiuma volt, azóta kétfelé választották, komoly zenére és könnyű zenére. És a komoly zenei kollégiumba kiírtak egy pályázatot, hogy általános és gimnáziumba tanuló gyermekek részére rendhagyó énekórához tematikát írjanak művészek. Ez Popat Péter, a kollégium vezetője írta ki ezt a pályázatot, de ő a szimfonikus zenekarokra gondolt, hogy a szimfonikus zenekarok jussanak el az általános iskolákhoz, gimnáziumokhoz, és milyen zenéből, milyen darabokból, milyen összekötő szöveg legyen, tehát egy komplett tematikát kért a Popa Péter leírni. És én akkor már évek óta tanítottam, illetve abban az időben nagyon sokat koncerteztem, és koncertek után jöttek oda hozzám fiatalok, és beszélgettünk, és rájöttem, hogy fogalmuk nincs, hogy az a zene, amit ma hallgatnak, az honnan jött. Ez olyan, mintha egy vasárnapi ebédnél nem beszélnénk arról, hogy ki volt a nagymama, vagy a dédapa, vagy kik az ősök. Tehát ezt illik tudni. És én megírtam egy közel 300 oldalas tanulmányt, amit beadtam a könnyűzene fejlődéséről a 20. századtól napjainkig. És akkor ez a pályázat nem nyert. Majd eltelt egy pár hónap, és volt akkor olyan, hogy egyedi pályázat, és én ugyanezt az anyagot egyedi pályázatban megvalósításra beadtam,
És akkor azt mondták a kurátorok, hogy ez egy nagyon jó gondolat, mert ilyen hazánkban nincsen. És igenis a könnyű zenét is kell oktatni, ugyanúgy, mint a komoly zenei hagyományokat. És akkor kaptam egy kisebb forrást. Ez egy 500.000 forintos támogatás volt, amiből egy öttagú zenekarral 10 előadást hoztunk létre, de csak Budapesten. És ezt 4 alkalommal nyertem meg fél évente, és eljutottam oda, hogy a Budapesten, a kerületekben már majdnem mindenhol voltam, mondjuk egy ilyen 14-15 kerületbe elmentem, de már annyira elindult a projektnek a hírneve, hogy engem megkerestek Debrecenből, Szegedről, na most egy 500.000 forintos büdzséből nem lehet elmenni. És akkor vettem egy nagy levegőt, és kértem egy időpontot a Nemzeti Kulturális Alap alelnökétől, ahol én elmondtam neki, hogy a könnyűzenei kollégium, akkor már könnyűzenei kollégium, mert ketté vált a két kollégium, a könnyűzenei kollégium évek óta támogatja ezt a projektet, de én azt szeretném kérni, hogy ezt a keretösszeget, ezt növeljék meg. Én nem azt kérem, hogy nyerjem meg, csak legyen lehetőség többet kapni, mint 500.000 forint, hogy el lehessen jutni messzebbre. És a Házhoz megy a zenede után először 2-3, most már 10-12 olyan művész produkció van, ami az enyémhez hasonlóan, de tematikában azért kicsit más jelleggel, rendhagyó énekórákat tart, és most már 2 millió forint ez a keret, amit egy évben kétszer lehet megkapni. Hála a kurátoroknak, az elmúlt 6 évben ezt minden alkalommal megpályázzuk, és mivel ebben én voltam, vagy mi voltunk az elsők, ezért ezzel precedens értéket is teremtettünk, és több produkció létrejövve, többek között mi is kapunk erre támogatást, és most már 6 éve jár ez az országjáró turné. Nagyszerű, mert szerintem is a tapasztalatnál nincs értékesebb tudás, hogyha a gyerek, itt voltam a múltkori koncertjükön, és hátul ott ugráltam, táncoltam és csápoltam, mert olyan jó hangulat volt. Hogyan fogadták az elején a pedagógusok? Mert az a pedagógus, aki erre nem csap rá, hogy már pedig viszem a gyerekemet, és végleg megtapasztalhatja, egy olyan köntösbe rakhatják a tudást a zenéről, ami egyszerűen úgy észrevétlenül bebújik a kis fülükbe, az agyukba, a bőrük alá, és akkor az övék lesz. Tehát, hogy ezt kellene csinálni minden téren, hogy kihozni, megszerettetni a gyerekekkel. Hogy fogadták? Igen? Ez is egy tanulási folyamat volt a részemről. Én ilyenkor, amikor ezt a produkciót, tehát megkapom a támogatást, és nekem 10 városban 20 előadást le kell szervezzek. Én elsősorban zenész-művész vagyok, de ilyenkor mosópor vagy porszívó ügynök vagyok, aki ül a telefon előtt és hívogatja az iskolákat. És én az első 2 évben az intézményvezetőket, az énektanárokat hívtam. Akkor rájöttem, hogy nem az én, tehát ez úgy képzelje el, hogy Szeged, gimnázium, ki az énektanár, kérem a portát, énektanár beszalad a szünetbe, elmondom, átküldöm az e-mailt, 2 hétig nincs válasz, jaj, elfelejtettem újra, és akkor rájöttem, hogy nem az énektanárral kell tárgyalnom, hanem az igazgatóval. De az igazgatóknál ugyanez volt, hogy neki erre nincs ideje, visszadobta az énektanárnak, vagy éppen a művelődés szervező, és 3 év után rájöttem, hogy én nem is szeretnék iskolákba menni, mert nekünk a varázslatot meg kell mutatni. Egy tornaterem, vízhangos, fényes. Ez a jó, kihozni ide, színházat is. Na, de ezt 3 évig úgy csináltuk, hiszen a pályázat is úgy volt kiírva, és még nagyon sokan úgy csinálják. Uh-huh. És én 3 év után vettem megint egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy nekem az adott város legnagyobb művelődési házával kell tárgyalnom, ahol van hangtechnika, fénytechnika, ahol varázslatot tudunk csinálni, ahol szétmegy a függöny, és a gyerekek azonnal egy koncert hangulatot kapnak, egy előadást kapnak. És onnantól kezdve egyszerű volt, mert ezek görgették egymás után. Az egyik tanár átadta a másiknak, az egyik iskola átadta a másiknak, hogy volt nálunk egy jó program, és már mostanában úgy zajlik egy ilyen előadás szervezése, hogy egy iskola megkeresi az adott művelődési házat, vagy engem, hogy hívjanak, hogy menjünk már el, nem tudom, Vértes atyára játszani. És akkor én azt mondom, hogy akkor a Vértes atyai művelődési ház vezetőjével kössenek engem össze. És az iskola azt mondja, hogy én viszek oda 200 gyereket, én adom hozzá az állami támogatással a projektet, és így indult el gyakorlatilag nagyban a Házhoz megy a zenede, művelődési központokba, színház termekbe, nem beszélve arról, hogy
egy iskolában mondjuk 150-200 gyereknél több nem tud beülni, egy színházterembe vagy művelődési házba 200-tól 700 főig. Tehát Tatabányán a 700 fős termet háromszor pörgetjük meg egy nap. Tehát az 2100 gyermek egy nap. Van olyan esetleg ilyen csúnya szóval statisztikai száma, hogy ennyi év alatt hány gyerekhez jutott el ez a... Hogyne. Egy tavalyi számot, egy 2018-as számot tudok mondani. Több mint 50 városban voltunk, több mint 120 előadás volt a 6 év alatt, és több mint 25 000 gyermek látta az előadást. Tehát én minden előadás után az intézményvezetőktől vagy a művelődés szervezőktől kapok egy igazolást, hogy melyik iskolából hányan jöttek, én ezzel is el kell, hogy számoljak a Nemzeti Kulturális Alap könnyűzenei kollégiuma felé. És ezekből a számokból jött össze a 25 000 gyermek. De ez most már egy másik turné, hiszen nagyjából körbeértünk az országgal, és a 20. század könnyűzenéjének az áttekintését majdnem, hogy mindenhova elvittük. És a 2019-es év hogy indult? A Rock Legendák turné a jelenlegi előadásunk, amiben úgy gondolom optimistán, hogy ebbe is lesz legalább 6 évünk. A hazai és a nemzetközi rockzene fejlődése a témánk, tehát itt ott kezdünk, hogy a 60-as évek Beatles, Illés, Omega, Rolling Stones, ez a kiindulási pont, de elé lépünk egyet, és Little Richard, Chuck Berry és Elvis Presley gyökereket mutatunk. Tehát az egész zenedébe, a 6 évben ez is benne volt, de a beat zene után elmentünk a popularitás felé. Most pedig a rock zene vonalán megyünk, és mindig a magyarországi vonatkozást mellé nézzük. Tehát ha beat zene, akkor itthon az Illésről, az Omegáról beszélni kell. A rock zenébe ugyanúgy a magyarországi rock zene fejlődését és történetét be kell, hogy mutassuk. Beleértve, mondjuk ha párhuzamot vonunk, mondok egy előadót, Jimi Hendrix, akkor Radics Béla. És Radics Bélát a mai fiatalok már nem ismerik. Persze, akik gitároznak, azok tudják, hogy Radics Béla egy korszakalkotó gitáros volt, mint ahogy most a mai 20 éveseknek a Tátrai Tibor az, aki a nagy. De hát ő is a Radics Béla gyökereken keresztül a Jimi Hendrix féle rock blues játékban teljesedik ki. És önnek mekkora feladata egy új produkció létrehozásában, tehát az összekötő szöveg, a zenék megválasztása, ön dönt, vagy egy tím? És hogyha igen, akkor kik ezek az emberek, akikkel együtt tud dolgozni? A program megszervezése, a műsor struktúra felépítése és a dalok kiválasztását az 90%-ban én készítem el. Ebben az évben, a rockzene történetében, mivel én nem a rockzenéből jöttem, ezért a Rock FM rádió egyik háttérmunkását kértem meg, ezt az urat úgy hívják, hogy Dandó Ádám. Ő egy rock lexikon. És én amikor elmondtam neki, hogy szeretném elhívni egy kávéra, ahol picit beszélgetünk erről, hogy véletlenül se hagyjak ki embereket, akkor ő úgy érkezett erre a kávézásra, hogy egy 11 oldal gépelt lapot hozott, és ebből egy 5 órás beszélgetés volt, hogy ebből mi fér bele 60 percbe. Hiszen minden korszaknál felsorolt legalább 6 embert. Kit hagyjunk ki? Ki a korszakalkotó? És én ezt az Ádámmal átbeszéltem, elvittem a zenekarhoz, 6 év után új zenekart raktam össze a Házhoz megy a zenedéhez, Baric Gergő, aki az X-faktor második helyezette volt, hogy a frontemberünk. Azt szoktam mondani, hogy ő egy kamileon hangú énekes. Tehát ő gyakorlatilag a Jimi Hendrix-től a Queen-en át, tehát egy Freddie Mercury-t elénekelni, vagy egy Jimi Hendrix-et, vagy egy P-Mobilt, vagy egy U2-t, tehát ő megfelel ezeknek mind, és egy energiabomba. Fontos a gyerekeknek, mint hogy a felnőtt közönségnek is, hogy a színpadon álló ember az sugározzon, abból ömöljön a zene, és ez a rock and roll életérzés, és ez a Gergőben benne van. Ő egyébként a Kőbányai Zenei Stúdióba tanult, Pokágon által alapított iskolába, és most ott is tanít, olyannyira, hogy ő az ének tanszakvezetője, a Baric Gergő.
A basszusgitárost úgy hívják, hogy Megyaszai István, aki az osztálytársam volt a Kőbányai Zenei Stúdióban, és ő most a Piramis együttes basszusgitárosa, Som Lajos halála után ő lett a basszusgitáros, és Nagy Zoltán a gitáros, aki a Dobmánia tábor programomban is egész héten ő gitározik, most már 10. éve, de Magyarország egyik első számú session muzsikusa. És ez az új felállás, és természetesen háttérben projektor kivetítőn mennek a videoklipek, tehát mi muzsikáljuk a Jimi Hendrix dalt, és a háttérben lehet látni, hogy bal kézzel a fehér Fender gitáron gitározik a Hendrix a Woodstocki fesztiválon. Ez egy felelősségteljes feladat, és ön olyan, mintha, lehet, hogy rosszul fogalmazom, de az életét tenné rá egy-egy ilyen munkájára, hogy annyira ki van találva, és annyira felelősségteljesen fog hozzá. Jól sejtem én ezt? Hiszek az ezek ügyek számomra. A házhoz megy a zenede, az a 4 vagy 5 projektemből az egyik. Ugyanennyire belehalok a Dobmánia táborba, vagy a Finucci Bros Quartetbe, és mind a 3 egyiket sem ér, hogyha a 3 gyerekemmel lehetek, meg a feleségemmel. Tehát meg kell húzni a vonalat. De ha én valamit kitalálok, akkor abban 100%-ig benne vagyok. Az a nehéz, amikor a projektidőszakok összeérnek, mert akkor hétfőn úgy telefonálok, hogy a Dobmánia tábor művészeti, nem, a házhoz megy a zene, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke, ja, nem a Rajkó Talentum konzervatórium dobtanszak, és hogy most akkor melyik vagyok. De mindegyiket 100%-kal csinálom, és hiszek benne. És a Notesse a titkárnője? Igen. Igen? Igen. Ha ott teszem a titkárnőm, amit nagyon napra készre írok, és megpróbálok mindennek megfelelni, de a feleségem a kontrollom. Nagyon fontos. Nagyon fontos. És ő támogatja önt ebben? Abszolút támogat. Sőt, ez direkt hangsúlyoztam, hogy ő a kontrollom. Tehát én egy vehemens ember vagyok, én égek, mint a tűz. Hamarabb megfogalmazok egy levelet, mint hogy átgondoljam, mert én mindent azonnal akarok, és mindig egy nagyot akarok durrantani, és ő az, aki azt mondja, hogy ezt gondoljuk át, nézzük meg, milyen lehetőségek vannak, vegyünk egy levegőt, és utána cselekedjünk. Akkor ez egy csodálatos összhang. Az önök családja. Picit térjünk rá a gyerekekre, hogy ők mennyire az önök gyermekei, mennyire szeretik és kapcsolódtak a zenéhez. Nem a piacon találtuk őket. Gondolom. És a vérükben anyatejjel került be a muzsika? Én úgy gondolom, hogy részük a zene, de nem gondolom, hogy annyira fanatikusan, mint az enyém. Nagyon nyitottnak neveljük a gyerekeket. A feleségem a Móricz gimnáziumban tanárnő, és inkább én vagyok az, aki a lazább ember vagyok, ő pedig az, aki megpróbálja a szabályokat, a rendeket betartani. Néha azt mondja, hogy 4 gyereke van, mert én vagyok a 4., de hogy soha nem mondtuk azt, hogy már pedig zenélned kell. Mindenki magától mondta, a kislányom az Anna, ő 13 éves lesz most már áprilisban, ő kitalálta a 2. osztályban, hogy furulyázni szeretne. Ő jár furulyázni, vannak benne sikerei, a fiam, ő magától elkezdett dobolni, természetesen csak rá nincs időm, hogy tanítsak, mellette 32 ember tanítok, a fiamra nincs idő, de magától dobol, van otthon elektromos dobja, és 2. osztályban azt mondta, hogy gitározni szeretne, és ő tanul gitározni, és egy hétig ott van velem a Dobmánia táborban, és esténként a színpadra feljön, felveszi a gitárt, és rock and roll van. Hát 11 éves akkor ez lesz. Egy komoly dolog, hát azért igen, elhivatottak ők is. Csak lehet, hogy nem olyan fokon, mint... De hogy az én lányom pont annyira lovagol, mint furulyázik, vagy pont annyira néptáncol, mint furulyázik. Az én fiam pont annyira biciklizik a haverokkal, mint hogy gitározik. Értem. Az én körömbe, akikkel én együtt muzsikálok, lehet, hogy ez a tévénézőknek furcsa lesz, de hát szerintem az én zenész barátaim 70%-a életükben nem szánkózott. Egy hógolyót nem gyúrtak. Én nem így nevelkedtem, de hogy csak így. Ez a napi 6-8 óra gyakorlás, és ennyi. De világszinten muzsikálnak, és nemzetközileg elismert művészek.
Ez egyébként fantasztikus, hogy erről picikét még mesél, hogy mennyi munka van, mennyi meló van ahhoz, hogy egy hangszeren úgy játszon az ember, hogy ne nézzen oda. Tehát, hogy és élvezze, és ne a technikával foglalkozzon, hanem azzal, hogy mit közvetít a zenén keresztül. Tehát, hogy micsoda őrületes tisztelet jár a jó muzsikusoknak, a zenészeknek, a zeneművészeknek, hogy olyan szinten játszanak. Mi kell ehhez? Én a növendékeimnek azt szoktam mondani, akik hozzám járnak, hogyha egy héten 3-2 óra hosszát gyakorolnak, az a belépő hozzám. Az a minimum. Héten 3-2 óra hossza. Aki ennél fanatikusabb, az minden nap előveszi legalább 1 órára, és aki még ezt is tovább gondolja, a szombaton reggel pizsamába elkezd gitározni, és még este 7-kor pizsamába van, vagy dobolni éppen, vagy zongorázni. Én úgy gondolom, hogy ez mindig kiválasztódik, hogy kinek hobbi, és ki az, aki egy picit több energiát tesz bele. Hiszek a tehetségbe, de szerintem a szorgalom több, mint a tehetség. Mert ha valaki tehetséges, de nem gyakorol és nem tesz bele annyit, az megáll egy szinten. A szorgalmas, az pedig övé a csillagos ég. De az biztos, hogy aki zenével foglalkozik, pontosan ugyanaz az élete van, mint egy élsportolónak. Hiszen van vízilabdás növendékem, ő reggel 6-ra megy edzésre, és 6-tól 7-30-ig edzésen van, majd 8 órakor elmegy iskolába, becsengetnek, és délután 4-kor végez, 5-kor visszamegy edzésre, 7 óráig, 7-kor hazamegy, és még megcsinálja a leckét este 10-ig. És ez heti 5 napot így zajlik az ő életébe. De a világot járja, mint ifi vízilabdás. És ez a zenében is ugyanígy működik, és még akkor sincs garancia. Hiszen én azt szoktam mondani szintén a növendékeimnek, hogy az, hogy játszol a hangszereden, az a fele. Hogy érzem magam veled a buszba, a turnéba, az a másik fele. Nagyon sok pincedobos van, aki a pincébe nagyon tud dobolni. De hogyha a színpadon nem tudja átadni az érzéseit, vagy egyszerűen nem jó fej, és nem szeretik a zenésztársak, akkor marad a pincébe. Ezért ennek a kettőnek együtt kell működnie. Vannak csodálatos muzsikusok, akik kiülnek a színpadra, elkezdenek játszani, és egy függöny bezárul előtte. És nulla közvetítés. Hangok és technikai bravűrok szólalnak meg, de nincs benne lélek. Én a Damjanics utcában laktam albérletbe, és a Király utca sarkán, a Zeneakadémia szembe álltam a troli megállóba, nagyon hideg volt. És a mi diákigazolványunkkal a Zeneakadémia kakasülőjére be lehetett menni, ez a 3. emeleten a legfelső páholy rész. És már annyira fáztam, reszkedtem. És bemegyek a Zeneakadémiára egy kicsit felmelegedni, úgyis ráérek. És felmentem, és akkor éppen, ez délután volt, bejött a Zeneakadémia színpadára egy ember, lerakott egy széket középre, visszament, behozott egy akusztikus gitárt, és elkezdett egyedül gitározni, és nekem így csorgott a szememből a könyv. Úgy hívják, hogy Schneidberger Ferenc. Oh. Egyedül, egy üres Zeneakadémia, csak ő, meg én, eltelt közel 20 év, és elhívta a zenekarunkat a Feri, a Schneidberger Tehetségközpontba, tartsunk egy szakmai napot. És vége volt a szakmai napnak, és amikor ültünk a teraszon nyáron, egy csodálatos komplexum, amit ők létrehoztak, akkor én ezt meséltem neki, hogy nagyon sokat számít az én zeneiségemben az az egy nap. Mondta, hogy hát ő nem vett észre engem, mert ő a koncert előtt csak bemelegített, de nekem így folyt a könnyem. Na most innentől kezdve, hogy ez egy 6 fős társaság, egy 20 fős jazzklub, egy 500 fős színházterem, vagy egy 3000 fős fesztivál, teljesen mindegy. A léleknek és a kapcsolatnak kell működnie. Hát bizony. Innentől művészet. És ez nem biztos, hogy mindenkinek sikerül. Kicsit ugye elutazgattam önnel most itt. Hogyan fogadják a gyerekek? Milyen tapasztalataik vannak, hogy van, akit megérint, van-e olyan, akit hidegen hagy, hatalmas buliban végződik, mi a tapasztalat úgy országos szinten? A feleségem ezt csatolok vissza, én egy hatásvadász ember vagyok. Megvannak, már az első 6 évben is megvoltak a kis patronok, hogy hol kell robbannia.
És én már nagyon izgulok, játsszuk az előadást, és tudom, 3-2-1 robban, és ha nem robban, akkor nagyon csalódott vagyok, de mindig robban, mert ez ki van találva, hogy hol van ugye van az aranymetszés, az a kétharmada, az előző előadásból bejött Michael Jackson kalapba, fordult kettőt, és sikítoztak a lányok azonnal. Persze táncos volt a Michael Jackson. Nagyon-nagyon izgultam a rock történetnél, hogy itt hol lesznek ezek a patronok. És megtaláltuk azokat a pontokat, amikor 300 gyerek azt csinálja, hol csináljam, hogy a mikrofon ne bántson. És elkezdődik a We Were Like You. Na most, aki addig csak így ült, ott az is elkezd tapsolni, mert a tömeg húzza őt fel, és a Gergő elkezdi énekelni, és én bevágtam háttérbe azt a koncertet, amikor a Queen a Népstadionban játszik. És ezt a dalt a Freddie Mercury mindig úgy énekelte, hogy egy brit zászló van a vállán, és szaladgál félmeztelenül. És a dal közepén megfordítja a zászlót, és egy magyar zászló lesz belőle. Örjöngenek a gyerekek, mindenki hangosan énekli, és a végén, amikor az utolsó 10 percben játszunk egy magyar blokkot, és jön a bikinitől, hogy nyalni csak úgy lehet, azt mindenki tudja. Vagy jön az Eddától, hogy mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet, és a végén bekezdünk egy dupla tankcsapda számot egymásba fűzünk, hogy gyakorlatilag aki nem rocker, az is felpattan, és torka szakadtából üvölt. És én azt szoktam mondani, hogy nem kell a következő osztályfőnöki órán dolgozatot írni abból, hogy mikor született a cipő a Republik Együttes énekese, de ha az életérzés benne van, hogy mi a rockzene, és ő eddig csak popzenét hallgatott, vagy általában nem hallgatott zenét, vagy csak megmaradt benne, hogy volt egy őrült balkezes gitáros, aki fogával gitározott és odaverte a földhöz a hangszert, és csak beüti, mert nem jut eszébe, de hogy balkezes rock gitáros, és kidobja a Jimi Hendrixet, és az ablakot egy kicsit nagyobbra nyitottam neki, Isten nagy azt mondja apának, hogy vegyél egy gitárt, egy másik interjúban viccből azt mondtam, azok rosszabbul járnak, akik azt mondják, hogy vegyél egy dobfelszerelést, akkor már megérte oda menni. Tehát működik az előadás, és katarzisba szokott végződni az előadás, de kellenek az általános iskolások. Ha csak gimis csoporton van, ez az első 6 évre is vonatkozik, ha gimnazisták vannak, akkor a 60 percből 45 percig így ül mindenki, és így belül 1-2 van, aki már tapsolni, korom sötét, tehát ha kicsi fény van, akkor bezárkóznak a tinik, így ül mindenki, de az utolsó 10 percben robbannak. Viszont ha az első 20 sorba általános iskolásokat ültetek be, ők az 5. percben már felállnak és táncolnak és énekelnek, és ez oldja a többieket, mert a tini gátlások akkor attól felszabadulnak, szigorúan sötét, nem lehet világos a terembe, és akkor a katarzis már a 30. percnél elkezdődik, és fél órát táncolnak. Persze ez az is kell, hogy nagyrészt járnak komoly zenei előadásokra az iskolák, és tudom, hogy ez úgy működik, hogy azt mondja a tanárnő az iskolában, hogy akkor most elmegyünk, akkor szépen, nem, ne rágózzál, és széles az ingyen. És én kijövök, nem mozogjál, és ezen szoktunk viccelődni, hogy vannak azok a tanárnőnek, akiknek itt az ér kijön a fejükön, mert és behalljuk az öltözébe a csittegést, és akkor beül mindenki, a jel az, hogy lemegy a fény, színpadon fel, és akkor egyszer csak csend van. Majd én bejövök, jó napot kívánok, Bordás József vagyok, ez a házhoz megy a zene, de hogy tudunk sikítani? Kirakom a kezem, és 500 ember, 300 ember, 200 ember, 700 ember torka szakadtából sikít, és azt mondom, hogy na ezt a hangulatot kérem végig, ha nem beszélek. Amikor beszélek, hallgassátok, viszont amikor buli van, akkor gyertek. És ezt az általános iskolások igen komolyan veszik, sikítanak, táncolnak, és viszik a gimisiket magukkal a hangulatba. Ön számára mi a boldogság? Mert sugárzik, ahogy mesél, ahogy dolgozik. Mi önnek a boldogság? Átadni. Átadni az élményt, az érzést, az iskolában a tudást, és maradandót hagyni. Talán ez. De ezt az egész szakmai dolgot megint csak
mert hogy ez egy szakmai interjú, de most már 42 éves vagyok, és legalább 5 éve azt mondom, hogy ha holnap után azt mondanák, hogy a család vagy mindez a sok minden, amit felépítettem, akkor egy gombnyomásra csak a család. Tehát amikor Duna Bogdányba lemegyek a gyerekekkel nyáron, és a hideg vízbe bemerészkedünk, és ott pancsolunk egyet, és látom, hogy fülig ér a gyerekeknek a szája, és utána fagyizunk, és a kicsin csöpög le a fagyi, az pont ugyanolyan boldogság, mint az 500 gyerek itt a színházterembe, vagy ha bekapcsolom a Petőfi tévét, és valamelyik növendékem dobol éppen a televízióba. Én nagyon örülök, hogy eljött, és nagyon örülök, hogy így 4 szem között, vagy hát az operatőrünk is itt van, tehát 6 szem között, és reméljük, hogy nagyon sok szem között a nézőket beleértve beszélgethettünk. Nagyon várom a 11-e, március 11-ét, hiszen 2 előadás is lesz itt a Művelődés Házában, hogy újra élvezhessem, mint a tavalyi évben, és ez egy csodás végszó a boldogságról, és Isten éltesse önöket családilag, és pedagógusként, és művészként, és egyáltalán. Köszönöm szépen. Megtisztelő volt az interjú, köszönöm szépen, kezit csokolom. Önöknek köszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, és remélhetőleg március 11-én hétfőn is. Vigyázzanak magukra, minden jót kívánok!